köszönjük, hogy segítenek. Tessék, köszönjük. Miután a múlt héten szerdán sem jöttek meg az ígért maszkok a gyógyszertárakból, ezért kedves feleségem és a Konyha Kft. Ügyvezetője Iváncsics Ditta elkezdték szervezni a maszkok varrását. Így kerültünk a kesztyűzemhez, ahol bevállaltak 1200 maszknak a levarrását. Ezért vagyunk most itt, hogy átvegyük ezeket a maszkokat, és kiosztjuk a dolgozóink, az idősek, és aztán a végén pedig azok között, akiknek még marad. Amennyiben szükség lesz az 1500-1600 masknál többre, abban az esetben további gyártást fogunk kérni a támogatóinktól, illetve azoktól a dolgozóktól, akik ezt végzik. 1200 darabot spancoltunk. Ha kell, és ha van anyag, nagyon szívesen segítünk még, hisz nekünk is érdekünk, mint a városnak. A város nevében nagyon köszönjük, hiszen ezt társadalmi munkába végezték, és köszönjük, hogy itt vannak nekünk, és ilyen nagy bajba segítenek a város lakóinak. Állunk elében következőnek, hogyha úgy tetszik gondolni, és még lesz anyag, nagyon szívesen. Nagyon nagy köszönet a kesztyűzem dolgozóinak, a Szabó Zsuzsinak, Nagy Zsuzsinak, akik elindították ezeket a varrási folyamatokat, illetve a Konyha Kft. És az óvoda dolgozóinak, akik pedig önkéntesen varják ezeket a maszkokat.